Az Enyhetél kedvezett a kajakosoknak országszerte. Tolnán is már február vége felé vízre szálltak, de a szokásos mediterrán külföldi edzőtábor ezúttal sem maradt el, sőt Balina József tanítványai még meg is hosszabbították azt. Opuzenben voltunk, már 10 év oda járunk, egy mediterrán vízi alapozó edzőtáborban 20 fővel voltunk, utána az Adrián, a Célővörös Zsófiával még 21 napig voltak, így meg volt a tavaszi táborunk is, de múlt héten szombaton már Bezdánban voltunk a 30. Bezdán nemzetközi hosszú távú versenyen 23 fővel. A Tolnai Kajakkenu Klub első számú versenyzője Boros Adrián, korábbi páros világbajnok, sokszoros egyéni EB és VB ezüstérmes, túl azon, hogy Argentinában azért részt vett egy páros versenyen, az idén kihagyta a dél-afrikai szupermaratonikat, köztük a dúzit is, zömében itthon a többiekkel készült. Elég hosszúra sikerül majd a mostani szezonunk, elég jól széthúzták a versenynaptárunkat, ami azt jelenti, hogy később van Európa-bajnokságunk is, meg világbajnokságunk is, és pont emiatt nem feltétlen jó az, hogyha nagyon korán belekezdünk, maradjon erőnk az év végére is, tehát ez azt jelenti, hogy októberben van Kínában világbajnokságunk, ami másfél hónappal később van, mint egyébként szokott. Úgyhogy az év elején, hát nem azt mondom, hogy pihentünk, hanem alapoztunk februárban. Ennek ellenére igen, januárban voltam Argentinában, ahol egy nagyon jó versenyt zártunk. Én úgy gondolom, hogy ennyi utazás most az év elejére elég volt, majd esetleg az év végén. A franciaországi Európa-bajnokság és a kínai világbajnokság előtt és után több világkupán való indulást tervez Boros Adrián, aki a párosban az idén váltott. Solti László, akivel eddig sikert sikerrel halmozott, kiszáll ugyanis a hajóból. Két feltörekvő fiatal, Máté Krisztián és György Jakab Máté ül majd be a helyére. Itt sok minden kérdéses, de én úgy gondolom, hogy vele is nagyon jól fogok tudni menni. A váltások annyi, hogy egyszerűen a másik párommal nem úgy működött a dolog, vagy ő is más szeretne, én is más szeretnék. Solti az egyesben olimpiai számban is próbálkozik, így a munkát Adrián szerint nem tudják úgy összehangolni, mint eddig, ő pedig kockáztatni egyáltalán nem akar. Kiderül, melyik összetétel lesz a legideálisabb. A Máté Krisztián specializálódott a maratonkajakozásra, míg a párja, aki világbajnok ezüstérmes, az kacsingat a síkvíz felé, tehát jobb egy ilyen specializált K2-vel készülni, aki csak erre készül és nem egy rövid távon. Tavaly ez a Máté Krisztián a Metkovicban, Horvátországban az Európa-bajnokságon, az Adrián mögött harmadik lett egyesbe felnőttben. Ez akkor mindenképpen egy jó párosnak ígérkezik. Hát egy erős, ha egyesbe is jó, akkor párosba is valószínűleg jobb lesznek. A korosztályos világversenyekre való kijutásra több tolnai kajakosnak megvan a sansza, akik már tavaly figyelemre méltó eredményeket értek el nemzetközi porondon vagy éppen idehaza. Nagy Raúl a legesélyesebb, de mellette még többen reménykedhetnek. Az Ezer Dávid nagyon tehetséges, ha odafigyel, akkor ő is kijuthat Európa-bajnokságra. Hát ezen kívül a fiatalok is egész jók, most is heten vannak Nagykanizsán, a régiós válogatottal, ilyen tavaszi vízilapozó edzőtáborban. Egyre több már nem kezdő, hanem serdülő ifikorú hölgyet, lányt lehet felfedezni a tolnai vízibázison. Az idén már a gyengébb nem is hozzájárulhat az eredményességhez, akár párosban is. Bár ez még nem igazán elvárás tűnik. Építjük fel, azért vannak 15 éves lányok, a HSR Anna Liza és a Tilman Zsófiát, ők a maratonon szeretnének kajakozni, és az idén bizony már elkezdjük a gyakorlást, hogy mire eljön az idő, addig már elég rutinosak legyenek. Minden évben a Tolnai Holdonán rendezik meg május elején az utánpótlás számára az idénnyitót. Ez most a hínárosodás mértéke, nagysága miatt igen veszélyben van. Balina József azért bízik benne, hogy megtörténik a következő napokban az a városi szintű beavatkozás, és nem az ő költségvetésük terhére, amire van ígéret, ami nélkül meghiúsolna az évtizedek óta itt zajló kajakos idénynyitó. Tavaly előtt sikerült 150 ezerért vágatni a vízügyel, a hinárvágóval egy csatornát, akkor meg tudtuk rendezni ezt a versenyt. Szeretnénk, hogyha most is sikerülne ezt megcsinálni. Ezt valakinek ki kell azért fizetni, ezt az összeget? Igen, hát legutóbb mi fizettük, de hát most azért másra kell a pénz, nem a hinárvágását kértem, a város segítségét, nem zárkóztak el előle.